Ezüst tulipán díjjal jutalmazta az RMDS mindazokat, akik 1990. március 19-én a Marosvásárhelyi Szervezet akkori székházának padlására menekülve dacoltak a felbújtott életükre törő tömeggel. Összesen 79-en tartózkodtak akkor a székház padlásán, aki csak el tudott jönni, mind ott volt a mai ünnepségen. A felszólalók elmondták, bár nincs kerekéforduló, a jóvátétel soha nem késő. Ráadásul ismét kezdenek hódítani azok az eszmék, amelyek az akkori eseményekhez vezettek. Akik tenni akartak a magyarság érdekében és ott voltak a székházban, példát mutattak helytállásból, hangzott el az ünnepségen.